Története legjobb eredményét érte el a székelyudvarhelyi kézilabdaklub. Tegnap este a férfi Challenge kupa döntőjében az SKC ledolgozta Portugáliában szerzett 4 gólos hátrányát, és 7 góllal 32-25-re legyőzte a Braga együttesét. Vlad Kábá csapata ezzel elhódította a 3. számú európai kupát. Az udvarhelyiek legeredményesebb játékosa André Mihálcsá volt, aki egymaga 9 gólt dobott. Ugyanakkor a Challenge kupa gól királya 54 góllal az SKC játékosa Vladimir Rusziá lett. Elvesztette lista vezető helyét a marosvásárhelyi ASEA a labdarúgó első ligában. Az együttes tegnap este 3-1-es vereséget szenvedett az Astra Giurgiu otthonában, és mivel a Steaua 2-0-ra legyőzte Botosányt, így 2 pont előnnyel a tabella élére uglott. A bajnoki címről a csütörtöki utolsó forduló dönt. Ezüstérmes lett a Maros kosárlabdaklub a férfi nemzeti ligában. A Ploiești Aseszoft 86-76-ra nyert Marosvásárhelyen, és megvédte bajnoki címét. Jól kezdte a találkozót a Maros kosárlabdaklub, amely hazai pályán mindent elkövetett, hogy ne Ploiești nyerje a bajnokságot. Usman Báró és Kindle Dijk játékán nem múlt a siker, de távoli dobásokban rendre hibázott a Maros kosárlabdaklub, amely 34 perc után szerezte meg első 3 pontos kosarát úgy, hogy közben az ellenfél akár az öltözőből is bedobta volna a triplákat. Látszott, hogy beremegett a kéz, nem ment be kintről. Egy pillanatig ott voltunk tényleg a játékban, de ma tényleg a Ploiești azt megmutatta, hozta azt az extrát. Minden pozícióból bedobták, és sportszerűen el kell ismerjük, hogy jobbak voltak, és érdem szerint megnyerték ezt a döntőt. A Maros kosárlabdaklub 3 év alatt másodszor veszítette el a döntőt, a Ploiești pedig 11. bajnoki címét ünnepelhette a legutóbbi 12 évben. Ezt a bajnoki címet csapatként nyertük meg, és a volt edzőnknek, Dádónak ajánljuk. Az Aseszoft Ploiești összetettben 3-0-ra nyerte a bajnoki döntőt. Egy presztízs győzelemre sem adott lehetőséget a marosvásárhelyi ASEA számára a kolozsvári Olimpia női labdarúgó csapata. Az utolsó fordulóban a bajnoki címet már korábban bebiztosító kolozsváriak 3-0-ra győzték le az ezüstérmes házigazdákat. A női labdarúgó szuperliga utolsó fordulója már nem módosíthatott a végső sorrenden, de az első 2 helyen végző csapat közötti mérkőzés így is rangadónak számított. A házigazda marosvásárhelyi ASEA megpróbálta felvenni a küzdelmet, de sérülések miatt több fontos játékos hiányzott, és ez meglátszott a teljesítményen. Egyelőre még nem tudjuk ezt a Kolozsvárt megtörni, mert jobbak, ismerjük azt, hogy jobbak. Az ASEA az 56. percig állta a sarat, amikor először megingott a védelem, és miután 1 perccel később az egyenlítési esély Sinka fejesénél kimaradt, a 2. kolozsvári találat végleg lezárta a meccset. A 3. gól a hosszabbítási percekben már csak megkoronázta a kolozsvári Olimpia veretlenül begyűjtött bajnoki címét.